A Bakosi Brothers Company az első olyan erdélyi magyar zenekar, amely meghódította nem csak a helyiek, de a magyarországiak, a kárpát-medenceiek szívét is. Ők azok, akik, bár nem tanult zenészek, szívből zenélnek, és óriási bennük a tisztelet a zene iránt. Akik nem csak zenéjükkel képviselnek értékeket, hanem odaállnak olyan események, kezdeményezések mellé is, amely nagyon fontos számukra. 10 éve töretlen a sikerük, és a csúcson vannak. A zenekar 3 tagja, Bagosi Norbert és Bagosi László, valamint Tatár Attila a mai társalgó vendégei. Pár nappal ezelőtt mutatták be a 10 éve úton filmeteket, és úgy hallottam, hogy elég nehezen fértetek be, mert annyian voltak, hogy teljesen, tehát hogy kellett kerestitek a helyet, hogy hova üljetek le. Végül le tudtatok ülni? Végül nem tudtunk leülni. Tehát elmaradt az első nagy... Nem is bántuk amúgy az igazság, mert tényleg annyira sűrű volt az a nap, hogy jobb volt így, ha végül másnap néztük meg amúgy a mozikba. Nagyobb volt a nyugodtság, jobban rá tudtunk készülni, úgyhogy szuperebb volt ez így. És milyen érzés volt? Mert én a tegnap láttam itt Marosvásárhelyen, és nekem, hát most nem tudom mondhatni rajongónak, de hát nem a tagoknak, nem tudom, annyira felemelő volt, és nem tudom, azon gondolkodtam, hogy vajon ti hogy éltétek meg, mikor leültetek, és végre mozivászton nagyban, teljes hangerővel visszaköszönt minden az elmúlt 10 év, ezt végigélni újra, na hát meséltek, milyen volt. Én most lehet, hogy furán hangzik, de én igazából idézőjelben azt bántam, hogy én is nem ott láttam először. Mert ugye nyilván megnéztük először a filmet, sőt másodszor is, és ez volt a 3. alkalom. Aha. És Én arra emlékszem, hogy mennyire erőteljesen hatott rám, és úgy láttam, hogy a kollégáimra is, a banda többi tagjára az első alkalommal is már a film, és akkor így elképzeltem, hogy ez tényleg mozi körülmények közt megélni ezt, milyen érzés lehet. És hát sajnos ezt nem lehet ugyanúgy átélni, hiszen már láttuk. Viszont ennek ellenére... Az első alkalom? Az nagyon... nagyon erős volt, tehát amikor megnéztük a vágónak a lakásán gyakorlatilag, oda felmentünk, és esetétített az ablakokat, és megkértek, hogy nézzük végig, ne kommentáljunk, ne szóljunk bele, hanem majd a végén mondjuk el a véleményünket, és ez egy nagyon jó tanács volt egyébként, mert ezáltal mindenkinek volt ideje úgy megélni, hogy nem volt benne ez a természetes emberi ösztön, hogy ha valami komikus, akkor már rögtön meg akarja osztani a körülötte ülőkkel, és ugyanúgy, vagy azáltal, hogy megossza a körülötte ülőkkel, azáltal mondjuk enyhíti a gombócot a torkában. Na most itt nem volt erre lehetőség, hanem itt ezt így meg lehetett és meg kellett élni. Nekem egy nagy élmény személyesen, de szerintem mindenkinek olyan volt. És hát visszatérve a vetítésre, pont úgy mentem be, hogy megpróbáltam ezeket az előző élményeket levetkőzni, hogy hát ha az újdonság erejével hat, és egyébként érdekes módon maga a környezet, a vetítővászon, a közönség léte, az mindenképpen új élményt adott, és kicsit másképp értelmeződött a film. És vissza tudta adni, Norbi, ezt az elmúlt 10 évet a film? Javarészt szerintem igen, tehát nyilván, mint általában sokkal, tehát azért mondjuk másfél-két és fél órában nem lehet megfogalmazni 10 évnyi anyagot, érzést, múltat, de szerintem én azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült, és azért tényleg szépen fel volt építve, és Sájrúj barátunknak szerencsére nagyon sok archív anyaga volt, amiből azért tényleg azok a, tehát ki tudtak ragadni dinájuk olyan pillanatokat, amik tényleg jól fel tudják építeni az elmúlt 10 évünket. Igen, meg mi is láthattunk olyan momentumokat, amiket addig nem. Megtudtunk rólatok azt, hogy hogyan gondolkodtok az együttesről, hogyan írtok dalokat, hogyan működtök együtt. És ami nagyon szép az, hogy tényleg úgy működtök, mint egy család. És ezt nem azért mondjátok, mert hú, milyen felengzősen hangzik, hanem valóban ez is jön le. Na de hogy élitek meg ezt? Tehát, hogy ugyanolyan család, hogy veszekedtek, kibékültök, együtt vagytok, szeretnétek nem a másikkal lenni, tehát hogy megvan ez a dinamika a bandán belül?
Persze, abszolút megvan. Hát azt gondolom, hogy veszekedések, vagy nevezzük vitatkozások nélkül nem is hiszem, hogy előrébb tudna folyamatosan menni a szekér. Tehát vannak vélemények, hál' Istennek vannak vélemények, hál' Istennek vannak különböző vélemények, amiket lehet ütköztetni, és emiatt mindig van opció, ami felé el tudunk indulni, és nyilván a vitatkozások főként ezeket szolgálják, hogy megtaláljuk azt, hogy mi is a mi utunk, mi az, ami felé el kell indulnunk, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy mint egy család folyamatosan magáénak tudja mindenki érezni az ötleteket, mindezt a filmet is, hogy amikor kitaláltuk, hogy legyen, akkor nyilván az nem egy ilyen filmet képzeltünk el először, inkább koncertfilm akart ez lenni, mint sem egy ilyen dokumentum jellegű, és ahogy ez elkészült, folyamatosan mindenki minden ilyen ötletet magáénak tud érezni, meg szerintem ez elengedhetetlen. Meg most, hogy említed az ötletet, az is... Hát nagyon példaértékű volt, amit meséltetek, hogy ha valakinek van egy ötlete, de lehet, hogy neked elsőre nem tetszik, akkor hagyod és megbízol benne, hogy igen, igen, az jó lesz biztosan. És azt hiszem, ez így nagyon ritka, hogy nem csak egy emberben van meg a bandából, hanem a többiekben is, hogy azt mondod, hogy igen, de azért próbáljuk ki, nézzük meg a végén milyen lesz, mondjuk egy dal kapcsán, ahogy születik egy dal. És hogy ez is összetart benneteket, nem? Hogy bízom a másikban. Abszolút, azt gondolom, hogy tehát ugye egy a célunk. Az a célunk, hogy a zenekart nagyon-nagyon... Tehát együtt öregedjünk meg igazából, és azt csinálva, amit szeretünk, együtt barátokként, és mivel egy ilyesmi cél van mindannyiunk előtt, ezért meg kell hozzuk ugyanazokat a döntéseket, vagy hagynunk kell kiengedni a kezünkből dolgokat, még akkor is, hogyha nagyon szeretnénk azt fogni. Valamint az elmúlt évek azért nagyon jól bebizonyították azt, hogy kinek mik az erősségei, miben jól tud nagyon jól működni, mikor kire van szükség, hogy lendületet kapjon egy újabb projekt, és tényleg ezek úgy nagyjából nagyon jól el vannak osztva. De alapvetően, hál' Istennek, hogy van virtus is a zenekarban, és igen, vannak vélemények és véleménykülönbségek, de pont az a lényeg, hogy ezeket fejtsük ki, és beszéljük át, és ha mindenki nagyjából azonosan ugyanazt érzi, akkor mehetünk előre egy lépést. Elmondtátok, hogy ugye 10 évvel ezelőtt volt egy óriási nagy álom, és hogy talán Norbi, te voltál a legnagyobb álmodozó ebben a bandában, tehát te álmodtad meg igazából ezt az óriási álmot, hogy hova szeretnétek eljutni. Ilyen álmodozó vagy? Igen, azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy nem, szerintem ezt közösen álmodtuk abszolút, meg közösen csináltunk mindent is, inkább én szeretek nagyokat, igen, tehát olyanokat álmodni, ami kb. Általában lehetetlen kategória, mondják, vagy igen, de amúgy meg miért ne, és amúgy meg nem muszáj összejönni, nem az a cél feltétlenül, de hogyha nem hajtják hozzá álmok az embert, akkor... Nekem az adja az értelmet, vagy azt a valamit, amiért érdemes úgy bármit csinálni, és ha valamit igen, az teljes gőzzel, és akkor tényleg, hogyha nem csak kicsit, hanem nagyot is lehet álmodni, és aztán az ember próbálja szerencséjét. De mertétek azt álmodni, hogy idáig eljuttok, Ata? Persze. Igen, pont emiatt, hogy egyébként most gondolkodtam, amikor mondta Norbi, hogy nem ő az álmodozó, valószínűleg többen is álmodozunk, de a zenével kapcsolatos dolgok az igenis ő az álmodozó, és ő volt az, aki hitt abban, hogy megvalósulhat valami, és akkor mondjuk én kitaláltam a stratégiát rá, vagy és Laci megvalósította az eszközöket, összerakta a dalokat, hogy azok tényleg olyanok legyenek. Nyilván mindenki más is hozzáteszi a maga részét. Hogy álmodtunk-e? Igen, mi az elejétől fogva úgy rendezkedtünk be, ha tetszik, hogy mi el szeretnénk jutni nagyon messzire. Nem tudtuk, hogy sikerül-e. Tehát itt a lényeg, hogy mi nem voltunk ebben biztosak, tehát álmodni lehet, célt lehet látni magad előtt, és minden lépést annak érdekében meg kell tenni, hogy ez sikerüljön. Valószínűleg, ha megkérdezték volna, hogy szerintetek 10 év múlva itt lesztek-e, akkor valószínűleg mindannyian azt mondjuk, hogy nem. Mert az addigi példák is azt mutatták, hogy ahhoz, hogy idáig eljussál, az lehet, hogy 15 vagy akár 20 évre is szükség van adott esetben. Meg kezdőzenekarként nem látod ezeket a dimenziókat. Így sokszor visszatekint, hogy 10 év alatt mennyi minden megvalósult, ez itt tényleg hihetetlen még számunkra is. Holott a folyamatban lenni, meg minden jött maga után.
a egyik dolog a másik után, egyik lépcsőfok a másik után, de hogy milyen szélesek voltak ezek a lépcsők, illetve milyen mennyire volt meredek, és milyen magas az emelet, azt nem érzékeltük igazából, csak mentünk előre, és így visszatekintve azért most már tényleg így, hú. Igen, biztos sokan kérdezték meg tőletek, hogy ne, de mi a sikeretek? Tehát, hogy én e kérdés kapcsán meg arra vagyok kíváncsi, hogy oké, hogy ott volt egy nagy álom mindannyiótokban, de nagyon tudatosak is vagytok. Tehát, hogy nem az volt, hogy van egy nagy álom, és akkor majd hát valahogy odáig eljutunk, hanem tettetek érte. Laci, te mit gondolsz, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez ne 15-20 év legyen mondjuk, hanem 10 év alatt idáig eljussatok? Hát amúgy ezt szoktuk elbeszélni, nyilván exakt recept nincs erre, ezt tudjuk. Abban az egyben viszont mindannyiunk egyetért, hogy a dalok nagyon-nagyon fontosak, hogy jók legyenek, és hogy olyan dalok legyenek, amik hatnak az emberre, amik a kíváncsiságot odavonzzák. Ezek hál' Istennek nekünk Norbi révén megvannak, mert egy nagyon jó dalszerző. Minden másról tudunk beszélni, hogy mi az, amit mi mint csapat hozzá tudtunk tenni, tehát igen, az álmodozástól elkezdve, vagy az, hogy a lemondások, amik a filmben is szó került a lemondásokról, hogy igen, a barátaink lagziai, illetve bármilyen szülinap, most akár a saját gyermeket szülinapja lehet, hogy másodlagos szerephez fog jutni azért, hogy ez a szekér tudjon menni. Tehát az biztos, hogy a kitartás és a munka az kellett hozzá. Illetve az is, hogy mindenki megtalálja a saját szerepét ebbe a zenekarba, mindenki tudja, hogy mi az, amit a leginkább hozzá tud tenni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és ne akarjon egy olyan szerepbe belehelyezkedni, ami lehet, hogy másnak jobban megy csupán egóból. Ezért ez nyilván az első, szerintem relatív hamar, az első két évben ez eléggé hamar rendbe tevődött, és innentől fogva elkezdett gurulni az autó, és azóta is megy, hál' Istennek. Igen, és azon gondolkodtam, hogy nagyon sok zenekarnál el tudjuk mondani, ki a frontember, és lehet, hogy most nálatok Norbira gondolnak nagyon sokan, de mégsem. Tehát, hogy nem az van, hogy ő annyira kiemelkedik a többi között, ne haragudj meg, hogy ezt tudom. De hogy valóban hallunk rólad, hallunk Atáról, hallunk Zsombiról, Szilárdról, akik most ugye nincsenek itt. Tehát, hogy nagyon egyben vagytok. Ezt ti is érzitek, nem? Most Norbi, akkor tőled kérdezem, mert te... Abszolút érezzük, és tudjuk is, és valahogy szerintem, tehát számunkra belsőleg annak idején a kis próbateremben sem volt ez soha a kérdés. Uh-huh. Tehát mi nem, tehát tényleg egyként gondolunk magunkra, és mindenkinek ugyanannyira értékes a hozzátett munkája. Tényleg, hál' Istennek egyikünkben sincs olyan, az a fajta extra ambíció, hogy ő valamiért azért kettővel előrébb álljon a színpadon. Így álltunk össze, és ezt gondoljuk ezek a... Még egy annyit tennék hozzá, hogy az első pillanatoktól mi ezt a csapat image-t próbáltuk önmagunkról kelteni gyakorlatilag a nézőkbe, rajongókba, és erre valami szinten így ügyelünk, hogy ez így meglegyen, egyensúlyba legyen, de természetesen Norbi frontember a szó többszörös értelmében, hiszen azon túl, hogy őri a dalokat, ő énekel, ő van elől, ő rajta van a legtöbb figyelem, és ezt tényleg tisztelettel adunk neki, úgy gondolom, hogy egy nagyobb szeletet ebből a dologból, mert meg is érdemli, meg így helyes egyébként, de minden mellett meg úgymond egy ilyen másodvonalba, viszont határozottan ott van a zenekar többi része, aminek még ő is része a második vonalba. És igen, akkor... én is pont így értettem, hogy, így hogy ti is annyira előtérben vagytok, még hogyha azt mondod, hogy a második vonalon is, hogy nem az van, hogy a többiekről megfeledkezünk, akár mi, akik hallgatjuk a dalaitokat. Gondoltam, hogy egy picit nosztalgiázunk, mert ugye erről szól most a ti évetek is, 10 évet nosztalgiázni. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy itt a színházban, ahol most vagyunk, ki vannak akadva ilyen
ilyen kis fotók színészekről egyébként, nekik egy-egy pillanatuk, és arra gondoltam, hogy megkérdeznélek titeket, hogyha ti kellene ragadjatok három ilyen pillanatot az elmúlt 10 évből, akkor mi kerülne fel egy-egy ilyen fotóra? Nekem most eszembe jutottam ugye egy, mert én ritkán szokott ilyen hamar eszembe jutni, de nem biztos, hogy, sőt nem tudom, azt hiszem, hogy a színpad hátánál történt a Tusványosan játszottunk a sátorba, és teltházasolt, hál' Istennek, és Zsombi éppen Magyarországról jött arrafelé, késett a koncertről, úgy volt, hogy megérkezik időben. Magyarországról jött, ugye? És egy pár dal után érkezett meg, csak azt hiszem, de pont úgy, hogy valahogy akkor kellett először megfogni a harmonikát, és azt tudom, hogy a tömegen keresztül kellett verekedni előre magát, hogy ő is érjen fel a színpadra, és valahogy egy olyan, nem tudom, egy karikatúrát el tudok képzelni, ahogy mi már játszunk, ott a tömeg őrönk, és Zsombi valahogy a harmonikájával kezébe is sétál, vagy úgy mászik fel a színpadra, mert hogy neki ott kell lennie. Na, egy ilyen képet én el tudnék képzelni. Ez jó. Nektek? De még gondolkozhatsz még ilyen? Hát igazából az MVM Dome, vagy az arénában mindig elképzeltem, hogy milyen lesz az a pillanat, amikor sok telefon felgyúr egy lassú szám alatt, és akkor nem csak így horizontálisan, hanem így függőlegesen is látom. De meg azt elképzelni, az biztos nagyon vagány látvány lehet. És az volt? Hát természetesen az volt, és megértük többször is. Az mindenképpen egy különleges dolog szerintem. Ezt akartam is mondani, hogy ezt kizárom, mert hogy ez biztos, hogy mindenkinek ott lenne, hogy a nagy közönség és egy aréna, vagy egy MVM Dómos koncert. Tehát ez... Aztán az egy külön élmény volt, amikor a gyilkostó fölött a szikla oldalába zenéltünk hárman. Az szerintem az is egy ilyen különleges dolog, amit így megvalósítottunk. Egy tök vagány azokat nézve, a filmben azokat a jeleneteket nézve, amik már tényleg egy picit azért távolabb kerültek a zenekartól, időben nyilván nem azért, persze mi voltunk, mert nagyon szerettük ezeket csinálni, de ami pont a filmnézések közben nekem is beakadt, hogy azért milyen, hogy miket csináltunk tényleg, hogy a hegy oldalába felmászni és zenélni, az izgalmas volt nagyon. Ezek az ötletek kinek a fejéből pattannak ki? Az ilyen természet közeli és a természet barát ötletek, azok mind Atta fejében. Minden, ami nem zene. Én találom ki. Ezért erős zeneiben, a zenét visszük oda, ahova Atta mondja. Ezek Atusnak a fejében. Igen, itt a színházba belépés előtt is közöltem egy újabb kívánságot ezzel kapcsolatban. Na, elárulod mi? Nem szabad elárulni. Most akkor kell várjuk, hogy mi lesz ez a következő. Valami természetközeli akció. Az lesz, majd a jövő folyamán valamikor megvalósítjuk. És hát, hogyha hármat kellene mondani, akkor ami még így beugrott a tavalyi advent időszakban az Égnek a fényeket, amikor először előadtuk a városunkba, az többszörösen különleges, hiszen ugye egy premier volt, de ugyanakkor klip is forgott, meg hogy otthon adtunk ilyen kicsit ilyen meghittebb koncertet, és az is ilyen különleges élmény volt. De sok van. Gondolom. Nektek még hát valami, amit kifeszítenétek? Akkor átugranék Budapestre, hogy az első önerőből megcsinált teltházas koncertünk az az A38 hajónak nem a gyomra, hanem a tető terasz része, az azt hiszem ilyen 350 embert volt képes befogadni, és pont a koncert előtti nap lett, ha jól emlékszem, teltházas, és az egy ilyen nagyon-nagyon erős érzés volt bennünk, hogy wow, eljönni 700 kilométerre otthonról a fővárosba, és azt érezni, hogy itt emberek tényleg kíváncsiak ránk, és fizetnek a jegyér, és eljönnek, az emlékszem, az ilyen nagyon őrült hangulatú koncert volt, és nagyon éreztük, hogy ez életünk egyik bulija. De nehezen hittétek el, hogy ez így sikerül? Már voltak jelek arra, hogy ez sikerülni fog, és éreztük, tehát amikor ez megtörtént, akkor is már tudtuk, hogy ezen az úton vagyunk, és már előre elképzeltük, hogy milyen lesz majd ezeken, tudtuk, hogy milyen helyek vannak, akár Budapesten, de Magyarországon, vidéki helyek, hogy hova kell majd eljutni, és éreztük, tehát nem jött hirtelen, de amikor így a valósággá vált, akkor abszolút
meghatódtunk, és azt éreztük, hogy, hogy ez most tényleg, tényleg igaz és való. Amit szeretnék hozzátenni, valószínűleg nem csücsülünk sokat ezeken a helyzeteken. Tehát igazából szerintem nem próbálunk nem révedni sokat a múltba, és a jelenbe se ülünk nagyon sokat, hanem mindig a következő terveinken agyalunk. Tehát mondjuk, amikor megélünk egy ilyen pillanatot, akkor az egy X ideig tarthat, mert rögtön ott van a fejünkben, kipattan rögtön a következő ötlet, ami hajt előre is, és már azt álmodjuk tovább. És valahogy ezért is. Tehát nem volt nehéz, csak ritkán adunk magunknak arra időt, hogy azon ugye elbámészkodjunk. Uh-huh. Sokan kíváncsiak arra is például, hogy oké, megvan ez a nagy siker, és hogy lehet megmaradni alázatosnak, erdélyinek, megmaradjanak azok az értékek, amiket hoztok, amit képviseltek, de ti erre figyeltek azért? Nem mondanám, hogy... Kimegyünk az erdőre, és esszük a micset a barátokkal ugyanúgy, mint eddig, és akkor... Valahogy megpróbáljuk ezeket egyensúlyba tartani, én azt mondom, tehát, hogy semmit sem jó túlzásba vinni, megpróbálni az erdélyiségünket is olyan szinten megjeleníteni a zenében, kommunikációban, amely tényleg az adott pillanatban valami olyat kommunikál, ami kerek és egész, és nem nincs túltolva, tehát ugyanígy nem akarjuk elfelejteni, hiszen ezek mi vagyunk, de a zenekar az egy külön egység, és ott attól függetlenül, hogy ki mit érez mondjuk egyenként a szülőföldje iránt, az nem tud, tehát azt valamilyen egységként kell megjeleníteni, úgy, hogy az valóban igaz legyen, és egyensúlyban legyen azzal, és abban a pillanatban is úgy menjen át, hogy mi szeretnénk. Tehát ezek fontosak, az, hogy most megmaradni, nem tudom, talán én azt mondom, hogy mi sose voltunk ezek a tipikus rockstar, vagy alkatok, vagy ezek a művészlelkek, inkább ezt mondom, ez a sztereotipikus, tehát inkább azt mondom, amikor valaki azt mondja, fú, hát ez egy művész figura, tehát bennünk ez kevésbé van, valószínűleg vannak olyan pillanatok egyébként, amikor kijön belőlünk. És akkor inkább földhöz ragadtak? Hát ilyen egyszerűbb dolgok. Tehát én mindig azt mondtam, pont a bemutató után, a díszbemutató után volt egy beszélgetés, és akkor a moderátor hölgy mondta, hogy is mondta, hogy amire reagáltam, hogy igen, hogy többen elmondják, hogy annyira egyszerűek vagyunk, és nem jön át ez a rockstar attitűd, és mondtam, hogy egyébként ez nem így van, mert ott, ahol ennek ki kell jönnie, ott igenis megvan. Tehát ott szerintem a színpadon, és ki is kérdeztem a közönségbe, hogy ugye szerintetek is úgy mozgunk, meg úgy viselkedünk a színpadon, és így balogattak. Aha. Tehát mi magunk is így érezzük, annak ott a helye. És amikor lejössz a színpadról, akkor szerintem ugyanígy viselkedni azon, attól fogva vicces, mert az a közeg, ami nem a koncert közege, az nem tud vele mit kezdeni. Mennyit változtatok a 10 év alatt? Felnőttetek? Ők igen, én már fel voltam. azért néztem már gyorsan. Hát azért 10 év, az tényleg rengeteg idő. Tehát az emberre annyi minden történik. A legnagyobb változás mi az életetekben? Értünk, az biztos. Inkább azt mondanám, hogy még ezelőtt 10 évvel a legfőbb problémánk az volt, hogy jó koncerteket adjunk, és jól érezzük magunkat. Most már nyilván az ilyen családi, materialistább, egzisztenciális kérdések is elkezdtek foglalkozni, és 10 évvel ezelőtt nem igazán érdekelt, hogy hol fogok lakni majd idősebb koromban. Most meg már nyilván sokkal jobban érdekel, hogy hol állapodok meg. Tehát ilyen szempontból szerintem azt gondolom, hogy egy ilyen természetes nevezük fejlődésnek, de azt gondolom, hogy így az elvi kérdések azok, amik mentén egyáltalán alapítottuk a zenekart, vagy egyáltalán belevágtunk az egészbe, vagy amilyen értékeket képviseltünk akkor, ez azt gondolom, hogy ezek nem változtak sokat. Talán ezért láthatják az emberek azt, hogy ugyanolyanok maradtunk, nem maradtunk ugyanolyanok, azért nagyon sokat változtunk, de hogy az elvek, amiket követtünk, azok a mai nap is szerintem ugyanazok, csak talán jobban megfogalmazódtak.
Igen, azt említettétek, hogy, hogy az elején ugye nem is akartátok nagyon hangsúlyozni azt, hogy ti erdélyek vagytok, hanem inkább a zenétek miatt szeressenek és kedveljenek meg az emberek. Most meg azt látom, hogy már ugye a zenébe is beleloptok még több erdélyiséget, tehát hogy, hogy most, mintha ez kezdene így belecsöpögni jobban. Én ezt inkább úgy látom, hogy mi már az első pillanattól belecsöpögtettük, mondhatjuk ezt, ezt igazából öntöttük, mert hogy ezek vagyunk mi, ezekről a tájakról jöttünk, már az első videóklippek is igazából többnyire fenyőfás tájak között, és ez nyilván egyszerűen azért, mert hogy ott nőttünk fel, oda, ott volt könnyű forgatni, tehát ez mindig létezett, viszont volt egy ilyen gondolat, hogy amikor a Visszajövök című dalunk megszületett, akkor vált szerintem nagyon sok ember számára ez egy bizonyossággá, hogy mi erdélyek, hogy visszajövök, hogy akkor ott aztán ott, tehát annak volt egy ilyen jelleg a videoklipnek, és akkortól nagyon sok mindenki elkezdett. Akkortól jelent meg azt hiszem a zenekar életébe hatványozottan az a kérdés, hogy egyáltalán az erdélyiség, meg hogy a... De mi azelőtt sem mondtuk kevesebbszer, és azután is csak azért mondjuk többször, mert hogy rákérdeznek. De igen, nem vagyunk azok az emberek, akik úgy lépünk be az ajtón, hogy megjöttünk Erdélyből. Tehát mi... Gyergyószent Miklóson születtünk, ott oda tartozunk, és azok is maradunk, ez inkább egy ilyen dolog. Egy picit a dolog születéséről szeretnél kérdezni, Norbi, mert az, hogy ennyien éneklik a dalaitokat, hát köszönhető a dalszövegnek, a zenének, de nekem a leginkább azt tetszik benne, hogy ellentétben azzal, amit mostanában nagyon sokat hallunk, hogy ilyen mondanivaló nélküli szövegeket hallunk a rádiókból, a ti dalszövegeiteknek van mondanivalója, és nem szájbarágos, nem olyan, amit meghalaszt és rögtön érted, hogy miről van szó, hanem gondolkodásra késztet. Köszönöm szépen először is. Ez is szerintem ilyen tényleg abszolút természetesen jön, tehát ilyesmi, amikor mondjuk elkezdtünk magyar zenét hallgatni az első gitár kézbe vételekkor, akkor szerintem már hasonló zenéket hallgattunk mi, tehát a gitáresteken, nem tudom, Zoránt játszottunk például, és tényleg olyan fajta szövegírókat, költőket, zenészeket figyeltünk, akik ugyan olyasmit képviselnek, mint amit mi a saját ízlésvilágunkon belül, meg a mostani, meg saját zenei hangszerelésünkkel. És gondolom és remélem, hogy ez évek alatt mondjuk fejlődik az, ahogyan írom a szövegeket, de a mondani való, vagy az érzés, vagy az, ami kikívánkozik belőlem, az elejétől kezdve is ugyanaz, csak olyan, mint a, gondolom, a festő is, ahogy fejlődik, és jobban ki tudja magát fejezni, vagy be tudja festeni azokat a kérdéseket, amik másoknak lehet, hogy válaszok, vagy azokat a válaszokat, amik másoknak kérdéseket vetnek fel. És egész egyszerűen így íródnak. Igen, és említetted, hogy te mesélni akarsz a szövegekkel. Igen, tehát egyrészt nagy fantáziám van, képben gondolkodom mindig, és nagyon sokszor nincsenek konkrét dolgok, vannak olyan szövegek, amik konkrétan szólnak valamiről, és vannak olyanok, amiről én sem tudom, hogy mit is akar mondani, én is meg kell fejtsem, és akár az hónapról hónapra változhat a jelentése, ugyanúgy, ahogy a rajongók számára is jelentette egy és azon dal teljesen különböző dolgokat, és mégis tud megérintő lenni. Én örülök, hogyha ez megnyugvást tud adni az embereknek, elér hozzájuk, és felvet kérdéseket. Hát elér, ezt gondolom, hogy ti is számtalanszor visszajelezték nektek. De ami nagyon meglepő az, hogy te, ha írsz egy dalt, akkor azt megírod, és nem az van, hogy pluszban írsz, vagy a fiúknak írsz, vagy bármi, hanem ebben némi tudatosságot érzek. Tehát, hogy vagy nem is tudom, egy ilyen céltudatosságot, hogy igen, meg kell írni egy dalt, vagy szeretnék megírni egy dalt, vagy kijön belőlem egy dal, és akkor azt tökéletesítem addig, amíg jó lesz.
Most az jutott eszembe, hogyha sokkal több dalt írnék, akkor valószínűleg sokkal több kéne megjelenjen. Tehát az valószínűleg zavarna, hogy nem jelennének meg azok a dalok. De te nem tudod csak úgy a fiókba tenni. Hát nem kell, hál' Istennek, a fiókba tenni, inkább így fogalmaznám. De valahogy úgy képzelem el, hogy nem tudom, most se írtam szerintem hónapok óta dalt, kivéve a karácsonyok, azok augusztusban fejeződtek be. De azért, mert úgy nem is jön az a késztetés. De zenélek otthon, most tanulok mindenféle hangszereket játszani, de hogy ez teljesen másról szól. És szerintem azt gondolom, hogy érnie kell az emberben a gondolatoknak, és egyszer csak az, amikor kikívánkozik, akkor az ki tud jönni valamit. Viszont arra is volt példa, hogy nem azt mondom, hogy megrendelésre ír az ember, de hogy amikor még egy dal kéne a lemezről, ugye ez az Elvis Lekkel esetén volt a legelső lemezünknek például, akkor összejött, és a Visszajövök című dal is, amikor bele kellett képzelni abba a helyzetbe, hogy milyen, ahogy telik az idő, és én azt hittem, hogy nekem soha nem lesz honvágyam, mi is az egyáltalán, nyilván 20 éves kölyökként azt mondtam, hogy na, én mehetek a világba, nekem a világ kell, aztán most sokkal inkább kezdenek érdekelni az otthon, meg a tradicionális dolgok. Ezek is ugye egy érés folyamatában, hogy változása a lélekben, és bele tudtam, és sikerült így is dalt írni, de ezek mindig kísérletezések és próbálkozások, és valószínűleg addig meggyűlt annyi alapanyag a lélekben, hogy ki tud az kerülni. És amellett, hogy zenéltek, az is nagyon szép, hogy beálltok egy-egy kezdeményezés mellé, vagy ti találtok ki valamit, például fenyőfaültetés, vagy bármi egyéb. Ezek tőled jönnek, Ata? Részben. Kezdeményezések? Részben, de mondjuk arra is volt példa, hogy megkerestek bennünket valamivel, és akkor ahhoz csatlakozom. Hogyan válogattok, vagy mi ennek az útja az, hogy mert ott is azt látom, hogy olyan dolgok mellé csatlakoztok, ami szintén értéket képvisel. Tehát most nem egy akármit vállaltok el, vagy álltok be mellé, hanem legyen az olyan, ami azt az értéket képviseli, ami nektek számotokra fontos. Azok alapján szoktunk csatlakozni, vagy kitalálni is dolgokat, amelyek vagy olyan elvek mentén, amelyek vagy kapcsolódnak hozzánk, vagy már volt precedens, és akkor egy újabb, úgyhogy szemet fűzünk fel ugyanarra a láncra, vagy egész egyszerűen szimpatikus az ügy. Mondjuk példákat, hogyha jótékonysági felkérésről van szó, akkor vannak relatív határozott szabályai nálunk, tehát évente maximum egy vagy kettő. És akkor arra tényleg oda tudunk állni, akkor nyilván itt mindig arról szól, hogy ha jótékonysági, akkor ott pénznek kell megmozdulnia, mert mondjuk a rajongótáborunkhoz vagy őket szólítjuk meg ezzel, és hát nyilván ők se tudnak minden héten adakozni, vagy akkor nem veszik komolyan ezek a dolgokat, és akkor kiválasztunk két olyan szimpatikusabb, vagy egy olyan szimpatikusabb ügyet, amely mellé odaállunk, és akkor szeretjük, hogyha az valóban súlya van annak. És akkor így kellő figyelmet is kap. Így van. Jöhet a következő 10 év? Hogy vagytok vele? Azt mondtad, hogy a jövőbe tekintetek. Jön. Mik a célok? Most milyen álmok kerülnek előtérbe? Hát van nagyon sok álmunk, sőt vannak olyan álmok, aminek már neki is fogtunk, és az előkészületek készülnek, de hát ezekről nyilván semmit nem fog elárulni azért, hogy minden az adott pontba legyen meglepetés, és kellő súlya hasson. Nagyon sok tervünk van, és nem tudom, érzünk erőt magunkban, és mindig is szerettünk tehát abból kikacsintani, hogy egy következő lemez, következő klippek, hanem tényleg mindig lehetnek olyan dolgok, amik érdekesek számunkra is, és azáltal valószínűleg azt gondoljuk, hogy a közönség számára is érdekes lehet. Hát várjuk nagyon, és nem csak a következő 10-et, hanem még sokkal többet. Még van egy kérdésem mindannyiatok számára, hogyha a 10 évvel ezelőtti Lacikához, Norbikához, Atához szólnátok valamit, akkor milyen jó szóval látnátok el őket így 10 év távlatából? Hát ez azért hát nem nehéz a kérdés, de hogy mivel szerintem mindannyian azt érezzük, hogy pont ott vagyunk, ahol lennünk kell most ez esetben ebbe a fotelbe, de hogy
Én igazából nem is mondanék semmit a kis Lacikának, csak megnézném amúgy, hogy milyen is volt akkor, hogy kicsit visszamennék, megnézném egy napját, azt mondanám, ez az csávó. Igen, ugyanis mit akartam, szerintem, tehát az egy jó dolog, hogy meg kell próbálni, én próbálok úgy élni, hogy ne legyenek olyan dolgok az életben, amiket megbánnék, vagy, vagy próbáljuk úgy gondolni a döntéseimre, hogy azok azért kellettek, hogy most ott tartsak ahol is, és próbálok ezt szerint élni. Úgyhogy én egy ilyen valószínűleg a 10 évvel ezelőtt én nem az kódnak élném meg, Kónusznak a mondását, hogy azaz te, ezt elküldeném magamnak, és szerintem akkor még nem tudnám, hogy mit jelent, és 5 év múlva, amikor meghalnám először, vagy mondok valamit, tudod, akkor bú, na igen, akkor ez most az leesett. Kódolt üzenetet kapnék magamtól. Ne legyen annyira egyszerű. Igen. Kell gondolkodni rajta. Ata, te? Hasonlóan, mint Laci, én is úgy gondolom, hogy ugye ezekben válaszolva mindig benne van az, hogy valamit másképp csinálnál-e igazából, mert hogyha tanácsot adsz, akkor el kell mondani, hogy hogyan, milyen legyen, de nem. Tehát néhány személyes, egyszerű, hétköznapi kapcsolati dolgon túl, tehát lehet, hogy megmondom, hogy ekkor, mikor vitáztál, akkor jobb, ha nem kezded el, mert semmi értelme, és vegyél vissza az arcodból, vagy valami ilyesmi, de és inkább ez ilyen... 12-én mosd el a mosatot. De hogy ezeken kívül én úgy érzem, hogy tehát nincs semmi olyan pillanat, amit másképp csinálnánk. Mindig azok a döntések születtek meg, amelyek meg kellettek, és ebben tényleg nagy szerepe van annak, hogy gyakorlatilag itt a 4 generáció az, amely ezt a zenekart irányítja. És szerintem ennek is szerepe lehet abban, hogy tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek konszenzuson és józanságon is úgy el tudjuk fogadni, hogyha ennyien így látjuk, vagy ha mondjuk 3-an úgy látják, akkor valószínűleg az a helyes, mert ugye a menedzserünk ő 50 évet nemrég betöltötte, én 40-en túl vagyok, Norbiék átlépték néhány éve 30-at, Laci pedig még éppen csak átlépte 1-2 évvel 30-at, és azért ezek sokat számítanak szerintem, egy picit másképp látjuk a dolgokat, és így ütköztetni a véleményeket, és ebből kihozni valamit, azt tapasztaltuk az évek alatt, most már rutinosan csináljuk nyilván, de az első években ezek egyébként kiváló ilyen önismereti leckék voltak. Igen, de azt hiszem, hogy az a jó, hogyha tényleg, ha visszatekintesz 10 évre, 5 évre, 20 évre, azt tudod mondani, hogy tulajdonképpen ami volt, az tök jó volt, és ha lehet, akkor a következő se legyen ennél rosszabb. Úgyhogy ezt kívánom nektek, és köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.